építészet ebbe a közegbe van beleágyazva. Az építészet a kultúra része, és a kultúrának rengeteg más aspektusa is van, mint az építészet. És ezek a különféle aspektusok teljes egységet alkotnak, összeszövődnek. Tehát valójában, ha csak az egyikről vagy a másikról beszélünk, akkor ez egy olyan steril, kiragadott művi állapotot jelent, ami nem igaz. Igazá akkor válik, amikor összefüggéseiben más rétegekkel, más disziplinákkal együtt vagyunk képesek meglátni azt a tárgyat, amire fókuszálunk. Még fiatalabb koromban lebegett egy példa a szemem előtt, a Kodály módszer. Most ez ne hasson nagy képűségnek, én képtelen lennék ezt elérni vagy megismételni. Inkább ennek a tematikája volt fontos számomra, hogy van egy módszer, amivel a zene közel vihető a gyerekekhez, az emberekhez, kvázi tömegessé tehető. És az építészet területén, amihez mondjuk egy picit több közön van, én is érzékeltem azt, hogy nagyon nagy a távolság az építészek belső intern világa, és mondjuk a külső, nevezük őket laikusoknak, ez egy kicsit lesajnáló, tehát nevezük őket kívülállóknak. És a két szféra, vagy ez a két világ nehezen tud találkozni. Most ennek vannak jóval szélesebb, meg mélyebb okai is, mint egyszerűen egy látásmód különbség. Vannak olyan szociológiai, társadalmi okai is, amelyek mondjuk az elidegenedéssel kapcsolatosak, és amelyek hát egyre tágítják ezeket a távolságokat emberkörök között. És én azt gondoltam, visszatérve a célomhoz, hogy valahogy meg kell próbálni hidakat verni. Én nyilván képtelen vagyok, olyan nagy célt nem tudok kitűzni magam elé, mint Kodály, de valamilyen kis pici kapcsolatokat talán lehet teremteni. Hogy úgy szólni az építészetről, hogy az közérthető legyen, talán másokat is érdekel, ezáltal az építészeti témakör, mert nem egy szakzsargonban van előadva. Másrésztről pedig úgy szólni más kulturális területekről, hogy az pedig az építészeket érdekelje, mert hát hasonlóan a specializálódó világ minden szakmai embercsoportjához, hát az építészek is egyre jobban beleburkolóznak a saját kis problémakörükbe, abszolút érthető módon, és ez óhatatlanul együtt jár azzal, hogy más területek kirekesztődnek ebből a burokból. Gyakorlatilag azok a modern vagy modernista épületek, amelyekből néhányat lebontottak vagy lebontani kívánnak, gyakorlatilag már én szerintem beletartoznak ebbe a műemlék témakörbe. Tehát nyugodtan használhatjuk ezt a definíciót, hogy műemlék. És én itt azt látom, bár nem vagyok szakmabeli, hogy a műemlékes szakma egy ilyen elvi megalapozottság miatt egyre inkább messze kerül attól a közönségtől, amelyik pedig hát az ő éltető közege, mert az a közönség használja a műemléki épületeket, az a közönség értékeli mellettük ezeket az épületeket, és ez a két véleményrendszer a műemlékes szakmának a
ez az akadémikus véleménye, és hát az a, megint ezt a szót kell használnom, hogy a laikus közvéleménynek a saját véleménye, ez egyre jobban ütközik. És egyre kevésbé talál közös pontokat, ahol mondjuk hidakat lehetne verni. És amit ezen a hivatkozott konferencián én el is mondtam, ott ült rengeteg műemlékvédő, hogy én egyáltalán nem tartom helyesnek ezt a fajta elefántcsontoronyba zárkózott szemléletmódot, fenntartani egy ilyen teoretikus rendszert, amikor az élet pörög ezerrel, és hát ellene tart ezeknek a kartáknak, meg definícióknak, meg meghatározottságoknak, ami pedig a műemlékes szakmát élteti. És ez egyáltalán nem jó. Ha egy ilyen feszültség van, az senkinek nem jó. A műemlékes szakmának se, meg annak a közönségnek se, aki egyre kevésbé érti, hogy miért úgy történnek a dolgok, ahogy történnek. És erről próbáltam beszélni, és ennek az volt a lényege, hogy találtam, nem olvastam végig, de megtaláltam Kantnak azt a dolgozatát, amellyel a Königsbergi Egyetem professzorává választották, tehát mondjuk egy ilyen habilitációs dolgozat a mai nyelven kifejezve. És ebben ő hát a korának egyik lényegi problémájával foglalkozik, a filozófia két lehetséges megközelítésével, mondjuk az egyik a Descartes-i iskola, egy racionális értelmi megközelítés, a másik pedig mondjuk egy angol iskola, az érzékelésre alapított filozófiai megközelítés. És ezt a két szemléletet ő úgy hívja, hogy intelligibilis és emocionális szemléletet próbálja összehozni, egymáshoz közel hozni, és ez nekem egy nagyon jó ilyen analógia volt, mert gyakorlatilag úgy érzem, hogy az építészetben talán kevésbé, de a műemlékvédelemben kifejezetten élesen ezzel a kétfajta nézőponttal lehet jellemezni a kétfajta, mondjuk így, tábort, hogy a műemlékvédők, akik egy ilyen intelligibilis, abszolút racionális szempontrendszer felől közelítenek ugyanahhoz a problémakötekhez, amit egy másik oldal, a kívülállók oldala, hát az érzéseiből kiindulva, vagy az érzéseire alapozva figyel. Az egyik, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, tudja, a másik megérzi. És ez nagyon mást jelent, hogyha egyik fél sem tud közeledni a másik felé. Azt mondom, hogyha mondjuk 2001-ben, amikor bejöttem az egyetemre, és akkor hát mivel én nem tudok egy fenékkel két lovon ülni, fel kellett adni az addigi tervezői hát munkámat. Ez egy olyan jó két évbe tellett, amíg erre rájöttem. Hogyha most fölvehetném azt a fonalat, hogy 2001-ben nem jöttem volna be az egyetemre, hanem folytattam volna a tervezői dolgokat, akkor azt hiszem, azon az úton mentem volna tovább, ami részint a pécsi Barbakánház, részint a Medve utcai iskola volt, tehát valamiféle kicsit érzelemgazdagabb, meg szerethetőbb, meg hát talán ez az érzelemgazdagabb, ez a jó szó rá, hogy mind a két épületnél hát rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Hát nem akarok én itt most saját magamról hízelegni, vagy saját magamnak, de hát a Medve utcát például az ottani tanárok is, meg a gyerekek is baromira szerették. Hát én elég sokat visszajártam oda, még évekig.
Hát a tanárokkal is jobban voltam, és hát nagyon jó érzés volt tapasztalni, hogy szeretik. A Barbakánház meg még inkább ilyen volt. Tehát valahogy egy kicsit visszakapcsolva az előzőkre, hogy én azt gondolom, hogy sikerült kapcsolatot találni kívülállókkal, emberekkel, akik nem építészek, nem építész szempontból ítélik meg, hogy ez értékes vagy nem értékes, hanem a saját szubjektív és főleg érzelmi szempontjaik szerint. És ez szerintem fontos, ezek a visszakapcsolások vagy visszajelzések, hogy az emberrel ne szaladjon el a ló, ne menjen bele olyan teoretikus zsákutcákba, ahonnan aztán nincs kiút. Most megpróbálom megőrizni a körülöttem levő békét és nyugalmat. A többi meg magánügy.